De már megint nem tudtam belőni a közepét. Sziasztok, Matilda vagyok, és ez a harmadik könyves adventi videóm, ebben pedig karácsonyi dekorációt fogok készíteni könyveset könyvből. Van egy könyvem, amit szét fogok tépni. El fogok készíteni egy karácsonyi ajándékdobozkát, aminek a csomagoló papírja könyvlapból van. És hogyha rakunk bele egy akasztót, akkor már mehet is fel a karácsonyfára. Azután elkészítek még egy karácsonyi képes lapot, amit még el tudunk küldeni annak, akinek szeretnénk, egy kis karácsonyi jó kívánsággal. És elkészítek könyvlapokból egy kis karácsonyfát, amit ki lehet tenni végül is akárhova. Úgyhogy nézzük! Akkor az első dísz, amit készíteni fogok, az ennek a kis gyufás doboznak a beborítása lesz. Ajándékdobozt fogok belőle csinálni. Ehhez van itt nekem egy, hát végül is kidobott Jane Austen könyvem, aminek a lapjait fel tudom használni. Szóval ezekhez a díszekhez, amiket most csinálni fogok, valamiféle könyvre vagy újságra szükség lesz, és most életemben először széttépek egy könyvet, és fájni fog. De jó. Melyik oldalt tépjen ki? Jó. Fájdalom hangja. Jó. Na jó, akkor első lépésként levágom itt a szélét, hogy mindenhol legyen betű rajta. Na akkor tépünk egy darabka cellulózot. Béna vagyok egyébként csomagolásban, úgyhogy ez olyan minőségű is lesz. De ez nagy. Na, akkor még vágok le belőle. Na hát, csodálatos technikával becsomagoltam a gyufás dobozt. És már csak annyi kell, hogy... ez csodálatos lett. És kész! És igazából ezt föl lehet akár lógatni fára is. Kész az első! És tök cuki lett ahhoz képest, hogy fullosan béna vagyok. Remek! Következőnek egy képes lapot próbálok elkészíteni. Ez kell egy lap. Ez nem kell hozzá. Szintén valami lap, amire van írva. De igazából bármi másból is meg lehet csinálni. De ez egy könyves képes lap lesz. És vannak nekünk itt kivágva ilyen kis csillagok, ezt ilyen sima csillag alakú lyukasztóval, meg csillámos papírral meg lehet csinálni. És akkor ebben most csíkokat fogok letépni, de először levágom az alját. A lényeg az, hogy éppen egy fenyő alakot próbálok összehozni ide. Jó, és akkor most fel kell ragasztani a kis darabokat. Aha, ez tényleg jó ragasztó, ez hozzám is tapad. Fordítva szokták a csillagot föltenni, de nem baj. Most így lesz. Jó. És kész ez is. Nagyon büszke vagyok magamra.
a hátuljára pedig már akkor lehet is írni a karácsonyi üdvözleteket. Az utolsó kis dísz pedig, amit most készíteni fogok, az remélhetőleg egy könyvlapokból fölépített karácsonyfa lesz. Ehhez kell egy hurkapálcika és sok lap. Úgyhogy Jane Austent még jobban megkopaszítom. Akkor, hát kb. Hol kezdjük? Mondjuk itt. Igen, mert ezt a hurkapálcikát mondjuk bele lehet szúrni egy cserépbe, vagy igazából akármibe. Ki mit talál otthon. És... de körbe tekerek egy kis darab celluxot. Akkor még egy réteg kell. Hogy az alsó... legalsó fenyő farész ne csúszson el, vagy akármi is lesz ez. Jó. És akkor most négyzeteket kellene vágni. Időközben szereztem egy növénykét, amiben beleállítottam a hurkapálcikánkat, hogy lássam, hogy fog ez az egész kinézni, és kivágtam egy rakat négyzetet. Úgyhogy most megpróbálok egy fenyőfát varázsolni ebből az egészből. És a négyzeteket pedig úgy vágtam, hogy egyre kisebb méretű négyzeteket vagdostam itt ki. Tehát van nagyon nagy, közepes, még kisebb, nagyon pici, mindenféle méret. És most kiderül, hogy jó lesz az ötlet. Nem hurkapálcika, hanem saslik. És ez azért jobb, mert ennek hegyes a vége, tehát könnyebben átszúrom vele a lapot. Ez a nagyobb méret. Most már a második egyel kisebb méretet használom. Jó, akkor rakjunk még egyel kisebbet. Még egyet feleröltetek, de többet már nem. Na. Egész hasonlít egy karácsonyfára. Jó, akkor most megpróbálok meg egy csúcsdíszt ide rakni. Ez egy két oldalú ragasztóval fölragasztott ki. Ó, tapad! Már is kész! A könyvlapokból épített kis karácsonyfa. Megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!